Visszaváltható palackok és flakonok. Nagy port kavart az a hír, miszerint bírságolnak, ha kivesszük a kukából őket. A rendőrségnek nem célja az, hogy azokat az embereket, akik a társadalmi együttélés keretében ezeket az üvegeket, illetve műanyag flakonokat összeszedik és visszaváltják, illetve ebből esetleg pénzt kapnak, azokat az embereket a kollégáim nem fogják bántani, nem lesz rendőri intézkedés velük szemben. Azonban, ha valaki közben a kuka tartalmát kiborítja, illetve megrongálja a kuka fedelét, vagy bármilyen hasonló cselekedetet követel, az már szabálysértésnek minősül, ami büntetendő. Ennek a dolognak az előzménye az volt, hogy pár évvel ezelőtt különösen a fővárosban lomtalanítások alkalmával maffiaszerűen próbálták megszerezni a kidobni kívánt tárgyakat. Ezt értették félre nagyon sokan, hogy az 50 forintos üvegek, dobozok, illetve műanyag flakonok is szabálysértés tárgyát képezik. Ez alapvetően így van, de a rendőrségnek egyáltalán nem szándék az, hogy emiatt bárkit is megbírságoljon, vagy bárki ellen szabálysértési eljárást folytasson, hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy a társadalmi együttélés szabályai szerint, aki ilyet cselekszik, az tulajdonképpen még a környezetért is tesz, és jutalmat is érdemel, tulajdonképpen azt, hogy ezt az összeget, amit ő néhány órás munkával elvégez, akkor azt utána megkaphassa. Hajléktalanokat is kérdeztünk a témával kapcsolatban. Van, akinek elég szép összegeket hoz a gyűjtés. Ki szokta elvenni az üvegeket a kukából? Igen, ki. Ki, és akkor itt szoktam leadni. És így napi szinten mennyit sikerül összegyűjteni? Hát, 500-ast. Körülbelül. De vannak olyan haverjaim, akik ilyennel foglalkoznak csak. Azoknak sok, 2-3 ezer is összejön. A férfi elmondta, hogy figyel a tiszta környezet megóvására. Nem hagyom szemetet a környéken. Meg valamikor föl is veszem. Aggodalomra semmi ok, a hatóságok egészen addig nem avatkoznak bele, ki mit vesz ki a köztéri kukákból, amíg nem okoz másoknak és környezetüknek kárt.